lényeg, ahogy az egységesülő magyar közmédia nevében én hallván mindezt és látva az előkészületeket, őszintén örülök ahhoz annak, hogy az MTVA, ez a bizonyos betűszó a magyar közmédiát takarja, csatlakozott ehhez a jeles kezdeményezéshez, nevét adta hozzá, és nem csak nevét, hanem mindazt az arzenát, amelyen rendelkezik, mert nem tudom, hogy tudják-e önök, hogy ma már a televízió, a rádió és a közmédia online felületei, vagy a újságjai, a printlapokról ne is beszéljek, ezek nem különálló vállalatokba tömörülnek, hanem ez az MTVA egyesíti ezeket, tehát 4 televízió és 7, ez most a 8 rádió csatorna nevével mondhatom azt, hogy a közmédia közszolgálati kötelezettségének feladatának eleget téve emelt fővel és örömmel áll a kezdeményezés mellé. Annál is inkább, mert hiszen egy jeles hagyományról van most már szó, azt lehet mondani, hogy az Y és a Z generációt szólítjuk meg, és természetesen a tisztelt tanári kart, a tanárokat, amikor a versenyben szóló felhívást közvetítjük, eljuttatjuk a széles közönséghez. Meg hogy mondjam, hogy ez a számunkra is egy rendkívül nagy kihívás, hiszen az a generáció, a tisztelt urakat megmondhatói, azt hiszem a fiatal urak, hogy ez a generáció már nem néz televíziót és nem hallgat rádiót, tehát ez a kis hiba van csupán ez a globalizálódó média korszakában ezzel az egésszel, viszont mégis mindent tud és mindenről tájékozódik osztott képernyőn, mobil applikációkon és egyebeken keresztül, tehát óriási a kihívás a számunkra és technikai és tartalmi kihívás egyaránt, hogy ezt a bizonyos Y és Z generációt, a jövő nemzedékeit mi megszólítsuk. Törekszünk is erre. Büszkén mondhatom, hogy ma már egyébként kipróbálható, aki gondolom, hogy szinte mindenki rendelkezik okostelefonnal, az okostelefonján nem csak az olimpiát követhette azonos időben nyomon, hanem például a híradó híreit, a híradó bejátszóit, riportjait is megnézheti a telefon készülékén. Meg kell, hogy mondjam, hogy hallva ezeket a fantasztikus, látszólag sokszor nagyon egyszerű alapötletből származó eredményeket, egy kicsit titkon mi is reménykedünk abba, hogy a mi szakmánk is részesül, tehát kap majd abból a jóból, amit az idei verseny jelent, akár technológiai, akár tartalomszolgáltatási téren, mert nagyon, nagyon ránk fél, ugyanis óriási a kihívás. Azt kell, hogy mondjam, hogy minden erőnkkel és minden eszközünkkel azon leszünk, hogy eljuttassuk az üzenetet, tehát eljusson a felhívás, eljussanak a versenyfeltételek, mindazok az eredmények, amit elnök urak itt ismertettek, tényleg egészen kárpázatos, hogy milyen nemzetközi sikerekről számolhatunk be, még hogy depresszív helyzetben van a magyar társadalom, vagy Magyarország, itt ül le ebbe a terembe, mint egy kis sziget, ezt nem érzi az ember, hanem azt érzi, hogy van előrejutás, van fejlődés, van jövő a világ számára, Magyarország számára egyaránt, és legyen ez így továbbiakban is, tehát lelkes közvetítői vagyunk mindannak, ami itt ma elhangzott, és ami aztán mozgalommá terebélyesedve az idén is, ugye a verseny során, a versenyfordulóiban történik majd, és szeretnék bemutatni majd az ifjú alkotókat, tanáraikat is, megvannak a műsoraink hozzá, megvan az erőnk, remélem munkatársaim, hogy olyan a tehetségünk is, úgyhogy hajrá, pályázzanak, nevezzenek, önök pedig fejleszték tovább, ugye nem csak a hangszórót, ami egyébként már közel áll azért bizonyos mértékig hozzánk, tehát még akár a mi műszakjainkat érdekelheti is majd a jövőben, hanem mindazt a sok nagyszerű